Szeretettel üdvözlöm Dávid Gyula, irodalomtörténészt. Az erdélyi Képviselő. irodalom, hogy mondjam, most már kijár neked az a titulus, hogy a doyen, ugye? Hát ahhoz Már képest ez... mindegy, milyen titulus, nem érdekes. Hát megtisztelve érezzük magunkat, hogy megint a vendégünk vagy. Ugye hát még előfordult ez a Kevin Zsigmond Társaság történetében, foglalkoztál is velünk. Hát a tisztesség a miénk, úgy érezzük, hogy nagyon köszönjük. És akkor kezdeném is a kérdéseimmel. Hát nyilván az életedről sokat lehet olvasni, most már itt vannak olyan lehetőségek, internet meg egyéb, de azért csak még megkérdezném tőled azt, hogy interneten az áll, hogy politikai elítélt. Hát akkor te meg akartad dönteni a szocializmust, vagy fegyvereket rejtegettél, vagy mi hát történt? A fegyvereket nem rejtegettem, tehát ez egy kategória tulajdonképpen a román, akkori román büntető törvénykönyvben. Voltak a közbüntényesek, akik loptak, csaltak, gyilkoltak, stb. És akkor voltak a politikai elítéltek, akik a rendszert akarták valamilyen módon megbünteni, vagy károsít, vagy valami rosszat csinálni a rendszernek. Most ebbe az utolsó kategóriába én azért kerültem be, mert 1956. október 23-a után, hát egyszer kezdődött azzal, hogy szeptemberben kint voltam Pesten, a doktori disszertációmhoz gyűjtöttem anyagot, és ott eléggé beleláttam a magyarországi politikai életbe, akkor már forrongott ott minden. Olyan ismerősök, barátok voltak, akiken keresztül erre lehetőség volt, és amikor hazakerültem, hát természetes volt az, hogy amikor a forradalom kitört, akkor szívvel, lélekkel együtt éreztünk, és amit lehetett, azt a magunk részéről csináltuk. És ennek a során került elő az, hogy hát halottak napján kimegyünk a temetőbe, és egy-egy szál virágot helyezünk el. Előzetesen már jártunk, és ilyen magyar íróknak a sírjait, a második magyar szakkal, amelynek én a felelőse voltam, azokat a sírokat rendezgettük, tehát ismerős helyekre mentünk el, meg végig meggyújtottuk a gyertyákat, megálltunk egy percre, és mentünk tovább, és tulajdonképpen semmiféle olyan gesztus a mi részünkből nem történt, amit lázadást lehetne nyilvánítani. Közben viszont az volt, hogy a diákság körébe ez a temetőbe menés, ez egy nagy népszerűségnek örvendett, és egy csomó diákcsoport, teológusok is, műegyetemisták is, képzőművészek is, maguktól kimentek a temetőbe, és volt olyan csoport, amiknél elénekelték a magyar himnuszt is, úgy emlékszem, a Hősök temetőjének. Na most ebből lett az, hogy ellenforradalmi tüntetés, aminek a kapcsán én hát 57. március 12-én bekerültem a Securitate által megindítáltaknak a körébe. Júniusban volt a tárgyalás, kaptam 7 évet, és azt le is ültem becsülettel. Úgyhogy de hát ez a tudósítés. De érzed azt, hogy itt egy kicsit, hogy is mondjam, szerencse dolga is az egész, mert hát én is ott voltam a Mátyás házban, emlékszel a diákok, amikor ott a mindenféle a lovak, de ott nagy követeléseink voltak. Mi vártuk, hogy mikor kerül ránk a sor, de aztán ez elmaradt. Jó, volt ennek magyarázata, később megtudtam, hogy ez hogy nézett ki, de valahol volt egy ilyen, hogy akire rá akartak szállni, arra rá is szálltak. És hol töltötted ezt? Adtak lehetőséget munkára, vagy muszáj volt leülni? Hát mindenképpen le kellett ülni, illetve azzal indultunk el. Tehát aki életfogytiglant kapott, az azzal indult el, hogy remélte, hogy valamikor ez meg fog változni, de az életfogytiglan volt, és a 20 év az 20 év.
Most hát én 59 májusáig Szamosújváron voltam. Szamosújvárról akkor májusban, mint első csoportot, akiket kivittek a politikaiak közül a munkára, az első csoportba kerültem be, akkor kerültünk a Dunadeltába, Peripravára, illetve Peripravának az egyik kolóniájára, Grindre, és akkor szeptemberben onnan átkerültünk a Brajlai-szigetre, és ott a Brajlai-szigeten egyrészről kubikos munka volt egy gátépítésnél, aztán tavasszal mezőgazdasági munka, aztán utána volt egy időszak, amikor egy kis telepen voltunk, és ott aztán 60 novemberében megbetegedtem tifuszba, akkor bekerültem a Kossanthai kórházba egy rövid időre, addig, amíg a kezelés lejárt. Utána egy évet ültem egy kolónián, ahol a volt tifuszosokat gyűjtötték össze Sztojnesten, és 61 végén, november végén visszahoztak Szamosújvárra. És akkor én lévén, hogy a munkába azért mégiscsak az embernek a napjai könnyebben telnek, akkor én az mindent elkövettem annak az érdekében, hogy kikerüljek munkába, és 62 kora tavaszától kezdve a szamosújvári börtönhöz tartozó butorgyárban voltam butorfényező, egy időben vízvezeték szerelő, segédmunkás is, amikor átemeltek egy másik brigádba, de lényegében a butorgyárba töltöttem, butorfényezést tanultunk meg, és azt csináltuk egészen a szabadulásomig, ami 64 március 9-én volt, mert közbeesett két szökőév, és az becsülettel leszámították. Tehát az ítélet az nem vette tekintetbe a szökőévet, hanem 365 napokra szólott. Most utána, miután én kiszabadultam, egy néhány hónap múlva volt egy általános közkegyelem, amikor aztán mindenkit az égvilágon hazaengedtek. Aki túlélte, még az villanosokat is. Tudod, nyilván a mesterségedbe vágó kérdés volt, azért kértem, hogy ezt mondd el, hogy legyen egy kis okulás itt a fiataloknak, hogy azért, mert valaki a temetőbe megy, és virágot helyez egy írónak a sírjára, megemlékezik a nagyjainkról, azért 7 év börtön jár. Ezt jó észbe tartani. Nem azért járt, hanem azért, mert közben a magyarok megszervezték a forradalmat. Tehát egyet értettem a forradalommal, tehát ez is kiderült a kihallgatások során. Úgyhogy és ez volt. Az életművetet itt nézve, hát nagyon sok monográfia van, sokat foglalkoztál irodalmi nagyságokkal, monográfiákat írtál, és nagyon sok előszó, utószó, ilyesmi fűződik a nevedhez. De előszót írni, vagy egyáltalán egy nagy alkotáshoz hozzászólni, irodalomról van itt szó. Milyen felelősséget érzel itten? Mert úgy láttam, hogy nem csak a dátumokat, nem csak életutakat festettél ezekbe, hanem beleférkőztél ezeknek a nagyoknak a stílusukba, tehát valahol magyaráztad azt, hogy miért így fogalmaznak meg valamit, miért úgy fogalmaznak, amellett, hogy ugye az eszmei mondani valót mindig számon tartotta. Igen, hát ez úgy van, hogy mondjuk a kiadói munkával összekapcsolva, ez valahol hozza magával a feladat. Például én szívesen olvastam annak idején, még diákkoromtól kezdve Tamási Áron. És a Kritériumnál a Romániai Magyar Írók sorozatbanak voltam a szerkesztője, és abban a sorozatban egy adott pillanatban szóba került, hogy hát Tamási Áront is
le kellene venni, akkor a Tamási már meghalt, hazahozták, Farkasarkán volt eltemetve, tehát nem volt körülötte az a politikai atmoszféra, ami a 56-os forradalomban való szereplése miatt Magyarországon különösen, de mint gyanús szemét itthon is, nálunk is kezelték, tehát eléggé az ő hazalátogatásai a 60-as évek első felébe eléggé körülményesek és nehézkesek voltak. És akkor szóval került, hogy na most Tamás Járont is be kell venni a sorozatba, és akkor én lelkesen vállalkoztam arra, hogy a sorozat nyitó kötethez írok egy előszót, egy bevezető tanulmányt, és az meg is jelent az Ábel trilógiában, 1973-ban jelent meg az. Utána volt egy novellás kötet, egy kétkötetes novella válogatás, az Zenga magasság, amelyikhez már egy utolsó került, de ez az én kettelésemből, mert úgy kedvem volt, én szívesen bogaráztam mindig, és akkor kedvem támadt arra, hogy összehasonlítsam a Tamási egykor első kiadásban megjelent novellát, nyelvileg az összegyűjtött művekben megjelent, tehát még az életét utolsó változatban megjelent változattal. És akkor ennek a tanulmánynak, ami a Zenga magosság kötet végére került, tulajdonképpen ez volt a tárgya, hogy mit változott Tamási Áronnak a stílusa a első 1920-as évek, hát ugye 24-ben a 11-es antológiájával tűnt fel, attól kezdve egészen a 60-as évekig, amíg ez a gyűjteményes kötet még az életében megjelent. Úgyhogy ez volt, akkor utána volt egy harmadik kötet Tamási Áronnak a publicisztikai írásai, persze csak 1940-ig, ahhoz megint volt mondani valóm, és volt egy utószavam, az Bernát Ernő állít szerkesztette, ő is javasolta a kötetet, tehát ezek így adódnak, vagy Marosi Ildikó mindjárt az elején, amikor a kiadóhoz kerültem, akkor jelentkezett a Zsigmond Társaság leveles ládájával kiadásra. És akkor azt lévén, hogy én a doktori disszertációm révén Tolnai Lajossal foglalkoztam, aki a Kemény Zsigmond Társaságnak az alapítója volt Marosvásárhelyen, ennek következtében én ezt a kéziratot nem kiadói feladatként vettem egyszerűen a kezembe, hanem nagyon érdekelt az egész történet, és akkor ehhez végül is Ildikóval egyeztünk meg, hogy írok egy bevezető tanulmányt, amelyik a Kemény Zsigmond Társaságnak a korai időszakát is felöleli, mert Ildikó csak a Sényi László által dominált korszak, a két világháború közötti anyagnak a levelezését adták nekik, és Ildikónak a kötet eredetileg. Tehát tulajdonképpen a kiadói munka mindennapjaiba adódik egy ilyen kedvemre való feladat, vagy később, amikor a Bánfi Életműnek a kötetet kezdtük kiadni, akkor megint volt olyan kötet, amelyikhez írtam utószót. Úgyhogy ezek így kedvemre való dolgok voltak, és úgy érzem, hogy hasznos dolgok is voltak. Tehát úgy, időnként eszembe jut, hogy újra kellene olvasni ezeket a 60-as, 70-es években írott tanulmányaimat. Lássuk, hogy máma, mai szemmel én hogy látom, hogy érzem, mi az, amit ma nem írnék le. Elbíz az akkori ilyen előszavak, tanulmányok, akár önálló könyvek is nagyon szigorú politikai ellenőrzés alatt voltak, tehát adott esetben elvárták azt, hogy milyen formában az ember dokumentálja azt, hogy ez az illető, ennek az illetőnek, akiről szó van, a témáról. A rendszernek ilyen pozitív
hozadékot hoz. És ezek azok, amik hát a kényszerűség és a közölhetőség miatt szükségszerűen benne voltak a pakliba, tehát én ezeknek a súlyára és ezeknek a jellegére volnék a magam számára kíváncsi. Most mondom, csak egyelőre még nem jutottam oda, hogy újra olvassam a magam régi dolgait. Ezért két dolgot is említettél, az egyik a Tamásihoz kapcsolódik, a másik pedig a rendszerhű írói megnyilvánulásokat. Engednéd akkor erre a kettőre reflektálni. Hát ugye a magyar irodalom nem csak a nyelv miatt, sok minden egyéb miatt egy és oszthatatlan, így szoktuk mondani. Mindegy, hogy hol írják azokat a műveket magyarul és magyar szellemben. De mondta Tamási Áron, nyilvánvaló az egy olyan nyelvezett székelységhez kapcsolódó, amelyik mondjuk nem pont a magyar hivatalos irodalmi kategóriába tartozna. Itt van, még sokat tudnék mondani, Mikszáth Kálmán, ugye a másik végletből, tehát földrajzilag. Mi ezt úgy szoktuk mondani, hogy a zenei dialektus például a folklórban. Egyszer pont egy román irodalomtörténésszel egy beszélgetésen fel volt háborodva akkor, amikor a moldvai dialektust említettem, vagy pedig a biharit, vagy ezeket nyelvi szempontból, hogy az nem dialektus, hanem az, azt mondta, hogy gráj, tehát a kiejtés, tudod, ez azt jelenti román. Hát mi nem tiltakozunk azért, hogyha dialektusnak mondják ezt, de az erdélyi íz azért nagyban hozzájárult a magyar irodalomnak a szépségeihez. És akkor ugye eljött ez az utolsó 30-40-50 év, vajon ez az erdélyi íz, ez még van, nem pont Tamási Áronra gondolok, hanem költészetben is, meg mindenhol utolérhető ez a kis fuvallat, ami nem, hogy megkülönbözteti, de ad egy külön színt ennek a stílusnak. Hol látod, hogy ez megvan még, elhalványodott, hogy néz ez ki? Hát a magyar irodalom, a magyar nyelvben tulajdonképpen a különböző dialektusok azok nem térnek el azért lényegesen egymástól. Mondjuk az egyetlen a moldovai csángó nyelv, amelyiknek igen erős, egyrészt igen erős archaikus nyelvanyaga van, amit megőrzött éppen az elszigeteltségek következtében, másrészt igen erős a mámbeütés. Most a magyar nyelvnek, a magyar nyelvet, magyarul beszélők a többi területeken, akár a Dunántúlon, akár a Palócföldről, vagy Délvidékről, vagy Erdélyből, alapvetően megértik egymást. Nyilvánvaló, hogy mindenik nyelvi területi egységnek, hogy nem mondjuk dialektust, mindenik egységnek megvan a maga külön fejlődése, annál is inkább, mert Trianon óta ezek a felvidék, az erdélyi, a vajdasági irodalom másféle hatásoknak volt kitéve. Ugye az erdélyi, az erős román, pláne közigazgatási nyelvi hatásnak, ugyanez volt a jugoszlávoknál, a szerbeknél is. Tehát bizonyos eltérések vannak. Viszont itt nem is erről van szó én szerintem, hanem inkább arról, hogy az az életkeret, amelyikbe valaki, mondjuk adott esetben egy író leendő csemete megszületik, felnő, fiatalon vagy későbben élményeket szerez, az az életkeret, az ő mentalitását, gondolkodásmódját, véleményét, ítéleteit különböző dolgokról nyilvánvalóan befolyásolja. Tehát gyakorlatilag Janus Pannoniusnak van az egyik versében egy ilyen mondat, hogy az, hogy hol született, érzik a vers ütemén. Na most ez
ha nem mindenkinél, nem szükségszerűen, tehát nem mondhatom azt, hogy aki erdélyi, annak, a Erdélyből író lesz, annak feltétlenül lesz egy sajátos meghatározás. Ez is attól is függ, hogy az illető mennyire érzékeny az nyelvi vagy helyzetbeli benyomásokra. De valahol egyértelmű, hogy az íróra emberként, gondolkodó emberként is hatással van az a környezet, az a világ, amelyikben felnőtt. Kántor Lajoséknak volt egy néhány évvel ezelőtt Kántor Lajosnak és Láng Gusztávnak egy közös kötetük, a 100 év kaland, amelyikben Kántor egyenesen alaptételként tekintette, ezek tanulmányok, cikkek a 971-ben megjelent Kántor Láng óta, meg erdélyi irodalomból megjelent dolgok, könyvekről, és ő egyenesen az anyagnak a válogatásában érvényesítette azt, hogy Erdélynek érzett és tartott mindenkit, akiben ez az erdélyi íz valamilyen formában kitapintható. Tehát mondjuk nem csak azokat, akik időközben Magyarországra elkerültek, és teljesen más környezetben váltak íróvá, hanem például Csészabó Lászlót is, aki 945 után tehát Angliába élt, vagy itt még másokat is, vagy most már a mi mai olvasmány élményeink alapján az utolsó 30 évben, hát nyilvánvaló, egyértelmű, hogy mondjuk például Tompa Andreának a regényei, azok nem választhatók el attól az erdélyi élmény anyagtól, ami a Hóhérházába, például a diákkori élményeimre alapoz, a fejtől láptólba ott elég sok családi emléket hoz be, és hát az Omerta pedig a harmadik kötet, amelyik egy ilyen Talocsai Rudolf köré, a kertész köré szerveződő történet, az is teljesen részében erdélyi, és nem érthető meg. Vagy akár sokat lehetne ilyet felsorolni, tehát valahol ezt az élményt, ezt a meghatározottságot, ezt az író viszi magával. Most mondom, ez nem feltétlenül kötelező, hogy most mindenkire, aki Erdélybe született és Erdélyből elkerült máshova a nagyvilágba, hogy annál ez érvényesül, de akinél ez az érzékenység megvan, és műfajilag is érvényesíteni tudja, annál feltétlenül. Tehát az erdélyi, amit a erdélységnek nevezünk, az tulajdonképpen nem azonos a transzilvanizmussal, amelyik egy ideológia és egy magatartás modell volt az első kisebbségi korszakban, amikor valahol értelmet kellett adni annak, hogy kisebbségiként mi még mindig megvagyunk, és nekünk mindenképpen élni kell, de annak aztán már a 30-as évek második felében épp az erdélyi fiatalság körében támadt egy erős kritikai visszhangja Szemlér Ferencnek a Szó és Lukas című cikke alapján, egy nagy kutatóvonás Béla egy egész kötetben elított össze a Szó és Mitosz visszhangjából. Tehát akkor is változott a transzilvanizmus, a klasszikus transzilvanizmushoz való viszonya magának az erdélyi fiatalságnak is, és most pedig hát annyi idő eltelte után, persze, hogy másképpen érzékelhetők ezek a dolgok, de mindenképpen van a mai magyar irodalom alkotóinak a körében egy olyan csoport, réteg, nem csoport, nem mondjam csoportok, mert akkor mindjárt azt tételezzük fel, hogy ezek valahol összefüggenek, de egymástól teljesen függetlenül érvényesítik azt a tapasztalatot, azt az élményt, ami az írói látásokat is meghatározza. Hát nagyon
érdekes volt ez, hogy ugye nekünk a Kós Károly-féle transzilvanizmus az nem vált el kellőképpen a tudatunkban az erdélyiség fogalmától, de ez a modern erdélyiség, amit megemlítettél, ez most, hogy is mondjam, megvilágította ezt a dolgot. Most beszéltél még arról, hogy mit várt el az akkori rendszer, ugye amikor íróknak, költőknek meg kellett felelni bizonyos politikai kritériumoknak, elvárásoknak. Nyilván ugye hát a mecenatúra fogalma, tudjuk azt, hogy a nagyok például, ugye Haydn az Eszterháziaknak a jóvoltából, Palesztina a katolikus egyház jóvoltából, stb. Tehát volt egy ilyen valami, na most ezt átvette az állam, ugye a 40 után, illetve 44 után, és akkor el is várt valamit. Hát mindig is elvártak, azért legyünk őszinték, mert az egyház is elvárt ezt-azt nagyalkotóktól. De hát itten más volt a helyzet, azért mert nem engedtek szóhoz jutni, hogyha ez nem történt meg. Viszont van itten azért számunkra egy ilyen kérdés, hogy vajon muszáj volt ezt ilyen, hogy is mondjam, ennyire eklatáns módon kifejezni ezt, hogy most ennek megfelelünk, ennek a dolognak. Van egy szörnyű könyvem itten, 1953-as azt hiszem kiadás, igen, ahol nagy költőink, ma is nagyon tisztelt és nagy nevek írtak rettenetes dolgokat. Most ha nem mondok nevet, de hát mondok egy pár idézetet, hogy mire gondolok. Az egyik azt mondja, hogy fogadd el pártom, érte most szívemnek poharát, erőse kéz, erősé tetted, mely bizalommal nyújtja át, és kinek te adtál életet, fogadd el tőle életét, fogadd el pártom, néked küldi egy párton kívül az éneklét. Hát ez borzasztó. Legalább egy másik nagyunk, ugye az megpróbálta ezt oldani egy kicsit, de ott is benne van egy ilyen kellemetlen íz. Azt mondja, oszlik a por, messze fut már a szekér, leánykérők mennek véle leányér, csokrosodnak tavasszal a violák, leányt kéret a kollektív gazdaság. Vagy mondok egy másikat neked, azt mondja, itt megemlítettél egy nevet, de most nem mondom megint, merészen szólottam elvtárs jövőnkről, múltam szégyene kényszerít, hogy merészen lássak, s a többi azt mondja, nincs kibúvó, jövünk parancsra, szab az önvádnak is határt, bocsánat, jövőnkért harcolunk, s a harcra vezessen engem a párt. Ha könnyezünk is tudva, nagy hadseregünkre mi vár, a pártunk él, és Sztálin benne, a párton nem fog a halál. Tudod, apusom orvos volt, és orvos társadalomban is feltevődött az a kérdés, hogy hát most minek kell megfelelni. Mert azt mondta, hogy hát rendben van, hogy valaki a megélhetésért nyal, ugye, hogy egy kicsit jobban tudjon helyezkedni, azért is teszi ezt, de muszáj ezt csattogó nyelvvel csinálni. Hát tudnál erre valamit mondani? Hát nézd, ez egy bonyolult dolog. Tudnilik azzal kezdődik, hogy az Erdély 944 után, tehát a háború mondjuk Románia ugye augusztus 23-án átlépett a másik oldalra, és attól kezdve kezdődött meg Erdélynek is a szovjettel párhuzamos román megszállása. Tehát nem 44-et vagy 45-öt mondjak. Most abban, tehát világos volt, hogy újból kisebbségi sorba kerülünk. Ugyanakkor abszolút nem lehetett tudni, hogy ennek a kisebbségi sorsnak mik lesznek a konkrét következményei. És különösen annak a nemzedéknek a számára, én akkor még középiskolás voltam, én 947-ben érettségiztem, tehát mondjuk kamasz fejjel
kicsit érettebb kamasz fejjel, éretlen és éretlen kamasz fejjel értem meg, éltem végig ezt a korszakot. De úgy, ahogy utólag végig gondolja az ember azt, hogy a háború végén nem csak az a néhány atrocitás, tömeggyilkosság élt a mi tudatunkba, már most már az erdély magyarság vagy értelmiségnek a tudatába mondom, amelyik itt nálunk történt. Tehát a szárazajtai tömeges lefejezések, vagy Egeres, vagy Gyanta, vagy egy néhány hely, ahol a Mániuk gárdák garázdálkodtak, aminek a következménye aztán az volt, hogy a szovjet csapatok, szovjetek ki is parancsolták a román közigazgatást egészen 1945 tavaszáig, hanem ugyanakkor egy kicsit az eseményekben tájékozottabb embereknek a tudatában ott kellett legyen, és azoknak, akik mondjuk példamutatóként lehetett nézni, ott lehetett, és bizonyára ott volt a tudatában az, ami a többi újra megszállt területeken a magyarsággal történt. Ott voltak a benesdekrék például, amelyik egyszerűen kimondta azt, megfosztották a magyar és német nemzetiségűeket az állampolgárságoktól, ami azt jelentette, hogy anyagilag teljesen lehetetlenné volt téve, mert sem állásba, sem nyugdíjat nem kaphatott, semmiféle állampolgárnak járó dologba nem részesülhetett, arról nem beszélve, hogy utána volt egy hatalmas lakosságcsere, amelyiknek a során, jól emlékszem, 150 ezer magyart telepítettek, nem 150 ezeret összesen a németekkel együtt, de vagy 60 ezer magyar telepítettek át a Csehszlovákia által újból birtokba vett területekről Magyarországra, és egy néhány ezret helyettük szlovákok. Ott volt harmadik példának a jugoszláviai helyzet, amikor a jugoszláv hadsereg és a partizánok és a helyi lakosság összefogva tömegmészárlásokat rendeztek, aminek a pontos adatait mai napig sem lehet tudni, de 100 000 többre becsülik azoknak a számát, akiket legyűjtöttek, vagy pedig akik a lágerekbe, az internáló táborokba vesztették az életüket, csecsemőtől kezdve, hiszen kisgyermekes anyákat is deportáltak egészen a felnőttekig, és ebben magyarok, németek és horvátok is benne voltak, mert a Horvátország volt, a hitleri időszakban volt egy önálló Horvátország, amelyik Hitler oldalán állott. Tehát ezek a történések, ezek valahol az én érzésem és értelmezésem szerint befolyásolták az erdélyi magyarság akkori vezető rétegét abba, hogy a kommunisták mellé csatlakozzanak. Tehát a Magyar Népi Szövetségnek a vonala egyértelműen egy ilyen kommunista barát vonal volt. Tudjuk még azt is, hogy ez odáig ment, hogy még a békeszerződések aláírása előtt a Magyar Népi Szövetség intézőbizottságnak az egyik ülésén egy olyan határozatot fogadtak el, amelyik végeredményben azt mondta ki, hogy hát mi Erdély magyarok Romániához tartozni, mert itt biztonságban érezzük magunkat. Na most ez a helyzet vezetett a továbbiakban oda, szerintem, hogy akkor, amikor aztán a kommunista hatalomátvétel megtörtént 1947. december 30-án, amikor Mihály királyt elkergették, és a köztársaságot kimondták, és a ténylegesen a kommunista hatalomátvétel az élet összes területein megnyilvánult, akkor abban a reményben, hogy hát végül is a kommunizmusnak az eszméi, azok egy ilyen nemzetközi testvériségnek a jelszavait is tartalmazták, tehát abban a reményben, hogy
hogy a kommunisták azok meg fogják akadályozni a magyarsággal, a magyarsággal is, vagy a romániai magyarsággal is az történjen, ami a szlovákiaiakkal, vagy pedig a Jugoszláviával visszakerültekkel történt. Ez határozta meg azt, hogy ők elfogadták ezt a kommunista szupremációt. Igen ám, csak hogy a másik oldalról ennek az írótársad az író számára, vagy a szellemi emberek számára ez a kommunista hatalom átvétel, ez gyakorlatilag az írói szerepnek a teljes átértékelését jelentett, és várta el a szovjet példa alapján, hogy az írónak a párt katonájának kell lennie, az írónak az írás műveivel hozzá kell járulnia a kommunista ember típusnak a kialakításához, tehát eleve semmiféle másfajta megnyilvánulást nem tűrtek el, már a nyilvánosságra nem kerülhetett, tehát bárki írhatott a fiókjának, amit akart, addig, amíg meg nem találták esetleg egy házkutatásnál, de aki meg akart jelenni a nyilvánosság előtt, tehát írni akart egyáltalán, annak ebbe a játékba be kellett állni. Nem feltétlenül írt mindenki ilyen verseket, mint amilyenek. Különben ez a Hazánk magyar költői 1953-ban megjelent kötet. Én az előtt való évben kerültem, tehát 51 és 53 között az irodalmi könyvkiadónál volt a szerkesztő. Amikor ez a kötet megjelent, és 54-ben aztán megjelent a Hazánk magyar elbeszélői is, ugyanolyan szülőmenve keresztül, akkor nyilvánvaló, hogy ezt egy reprezentatív kötetnek szánták, tehát egy olyan kötetnek, amelyikben az írók a voksot leteszik a rendszer mellett. Nyilvánvaló, hogy az íróknak nem minden verse és vagy próza írása volt ebben a szellemben, de ez egy olyan kötelező norma volt, amit el kellett fogadni, arról nem beszélve, hogy működött ugyanakkor az íróban, mondjuk csak Szabédi Lászlóra gondoljunk, akinek az élete aztán tragikus véget ért, éppen emiatt a helyzete miatt, amiben benavigáltam, aki meggyőzte magát arról, intellektuálisan Szabédi egy rendkívül okos és intellektuális személy volt, aki végiggondolta a dolgokat, tehát ő meggyőzte magát arról, hogy igenis nekünk emellett a rendszer mellett kell állni. És az ő tragédiája az, és a halálának az oka végeredményben nem csak az a piszok eljárás, ahogy az ő felszólalását a Borbély és a Bábes Egyetem egyesítésének a gyűlésén Ceausescu leseperte az asztalról az a piszok visszavágás, ami egymagában is egy kínos dolog lehetett, hanem egyszerűen az, hogy ő végigjárva ezt az utat, rájött a saját tévedésére, rájött arra, hogy ez az út végeredményben nem oda vezetett, ahová elképzelték 47-ben, 48-ban, amikor a rendszer mellé álltak, és ő ezt a konzekvenciát vonta le. Mások, akik letették az obolust akkor, megint nem mondanék nevet, mondhatnék, mert jó nevű írókról van szó, akik nagyon kemény, nem feltétlenül ilyen expressis verbis pártos, de ilyen vonalas verseket írtak, tehát ahol beálltak ebbe a elvárás rendbe, hogy nekem igenis az új világot, az új világba kinevelődő embert kell segítenem. Elfogadták ezt a játékra szabályt, olyanoknak az írói, költői életműve is utána, amikor erre már lehetőség volt a 60-as, 70-es években,
akkor felszabadultak ez alól, nyomás alól, illetve akkor már nem lehetett őket visszakényszeríteni abba a helyzetbe, amit Ceausescu például egy az egybe elvárt, tehát a Ceausescu féle cenzúra, ideológiai elvárásrendszer az irodalommal szemben megint ugyanaz volt a 80-as évek elejétől, illetve tulajdonképpen már a 70-es évektől, csak akkor még senki nem vette komolyan. A 80-as évekre jutott el a helyzet, és szilárdult meg az ő pártaparátusa annyira, hogy meg is tudta követelni, hogy tessék ennek megfelelni, és akkor annak a következménye az lett, hogy egy csomó ember elhallgatott, egy csomó ember dolgozott a fiókjának, vagy pedig beadta a kézirataid, de azok már meg nem jelenhettek, és felszabadul, tehát az 50-es évek elejének ebből az első időszakának, ebből a kényszer helyzetéből végeredményben az irodalomnak sikerült kiszabadulni. Nyilván ennek szerepe, ebben szerepe volt annak is, hogy közben volt az 56-os forradalom, amelyik már egyfajta olvadást jelentett ezzel a merev és kiszolgáltatottságot elfogadni követelő elvárásrendszertől. Akkor lehetett vitatni 55-56-ban a sajtóban is lehetett vitatni bizonyos pártelveket és pártelvárásokat, hogy volt 57 után egy megkorlás, és utána bizonyos visszarendeződés, az is igaz, de akkor már a szellemet a palacba nem lehetett visszagyömöszölni. És erre jött a Ceausescu első időszaka, amikor a hatalom átvétel, a hatalom megszilárdítása érdekében ő is rendezett egy ilyen nagy nyitást, és akkor már pártversek csak olyan helyek, olyanok részéről születtek, akik ténylegesen elvállalták ezt a benyalós szerepet. Egyébként az író akkor már ilyesmit nem csinál. Hát igen, már úgy hirtelen felötlött bennem Bajor Andornak az alakja, aki azért elég gyírkos humorral illette ezeket a... Hát a Kányádi szájába adja a következőt, ugye a Bárci Benő balladája nyomán, hogy a végén azt mondja, hogy Abigail jő, szeme nyírkos, nem ő, egy kuláka gyilkos. Hát szóval egy kicsikét lehetett másképp. Na most említetted azt, hogy akkor a íróasztalnak dolgoztak, és elrejtették ezeket, amíg egy házkutatás nem olvasta a fejükre a vádokat ezekből a művekből. De hát ugye jött 1990, és akkor te ismerted Varga László tiszteletes, közös sorsotok is volt, ő elítélt. Ő mondta el nekem a Bolha cirkusznak a történetét, az úgy néz ki, hogy a bolhák egy ilyen akváriumszerű üvegedényben vannak, a tetején le van fedve egy üveggel, kb. 15 centire. A bolha nagyokat ugrik, de mindig beveri a fejét abba a 15 centis üveglapba, és megszokja, hogy nagyobbat nem lehet ugrani. Na most 90-ben leszették ugye ezt az üvegfedőt, és az írók, költők a nagy művekkel előállhattak volna, amit annak idején elrejtettek, mert nem volt szabad, nem volt tanácsos, ahogy Szilágyi Domokos mondja, ezekkel felszínre kerülni és publikálni. Hát elmaradtak szerintem ezek a nagy művek, amik ekkor most robbanniok kellett volna, az új, tegyük hozzá azt, hogy szabad légkörbe. De hát ez elmaradt. Már nem kívánom, hogy erre konkrét választ adjál, csak egy-két mondatban esetleg. Nem tudok konkrét választ adni, mert amiután megkaptam a kérdést, elkezdtem utána nézegetni a dolgoknak. Még előre csak Bajorról annyit, és a Kerekperec című kötetről, hogy én szerkesztőségi tagként jelen voltam akkor, amikor ez a kötet
született. Ez megint a olvadásnak az első időszakában volt, amikor a párt kiadta a jelszót, hogy bírálni kell azt, ami az életnek a negatív oldal. Ez ki volt adva jelszóként, és ettől Bajor Bandi felszabadult. Mások is felszabadultak, tehát születtek akkor az 50-es évek, 50-es évek első fel. Tehát közepén, a derekán, más olyan írások is. Bajor Bandi felszabadult, és megírta a Kerek Perecnek a törzsanyagát. Bekerült a szerkesztőségbe, és aki a cenzurát gyakorolta, az meghökkent. Azt mondta, én jelen voltam ennél a beszélgetésnél, azért mondom, de jellemző arra korra, azt mondta, hogy hát ez nem lehet, hogy csupa negatívumok legyenek, mert Bandikó ugye a szatirának az a, hogy hívják, és az is volt a párt intenciói, megfogalmazott intenciója is, hogy tessék kiégetni azt, ami rossz az életből. Bandi megírta, azt mondja, nem lehet, hogy egy ilyen kötettel előállni, hogy ez csupa negatívum legyen, akkor kitalálta valamelyik pihent agyú, nem tudom ki volt már, nem emlékszem rá, szerkesztő vagy főnök, kitalálta azt, hogy minden egyes ilyen kritikához, illetve ilyen paródiához, ami a Kerekperecben benne volt, írni kell, oda kell tenni egy mottót, amelyik elmondja az illető jelenségnek a pozitívumát. Most igen, szerencse... mondta, a tematikus költőről beszélt Bajor, ugye? Igen. Azt, hogy Kányi Sándor az egy, mit tudom, én vett egy idézetet valamelyik kritikából, hogy mondjuk most már Kányádi szóba került, hogy Kányádi Sándor milyen tehetséges nagy fiatal költő, és akkor utána jött a Bandi paródiája, amelyik tartalmazta azt, amit tartalmazott. Szerencsére ez a kötet, vagy ebben a formában a Kerekperec sose jelent meg, és sajnálom, hogy az irodalmi könyvkiadónak a irathagyatékába, ami jelen pillanatban a Szabédi házban van, abba sincsen meg. Én néztem, utána néztem a leltárba, abba sincsen meg egy olyan változat, amelyikre azt lehetne mondani, hogy ez van. Tehát ilyen furcsa hintapalinta dolgok történtek a cenzúra körül is, ők maguk se tudták, hogy tulajdonképpen mikor mit kell mondani. De most visszatérve a lényegére a kérdésnek, annak idején 88-ban, amikor Domokos Gézának a születésnapja volt, akkor összeállított, volt Bekének egy interjúja, ami álnéven jelent meg Győrtesten, a Kossuth kiadónál egy kötetben, amelyikben Domokos Géza akkor már nagyon keserűen és nagyon, nagyon megszorongatottan, mint személyében is és mint kiadó is, befoglalta az interjújába azt a 60-valahány kötetet, ami ott állott a szerkesztőségnek a szekrényeibe, és amiket vagy visszautasította a cenzúra, vagy pedig megjelenésre sem került, beadásra se kerültek. Most ebbe van vagy 10 olyan kézirat, ami némiképpen válaszol arra, amit kérdeztél, hogy hol vannak azok a művek, amik a fiókban voltak, illetve amik kellett volna mutatkozni. 90 után ezeknek a műveknek egy része megjelent, és megkeresem, kiírtam én ezeket a címeket, és remélem, hogy megtalálom itt a papírjaim között, ami 90 után, 90-ben a Kritérium könyvkiadónak volt egy ötlete, hogy indítsunk el egy ilyen sorozatot a tiltott könyvek szabadon. Ebben a sorozatban jelentek meg azok a könyvek, amik a cenzúra miatt leálltak. És a következő 90-es évek elején a következő kötetek jelentek meg, amik ha tartalmilag megnézed, akkor válasz arra, hogy hol vannak azok a művek, amik. Mégpedig Pusztai Jánosnak a Csapda című regénye, amelyik egy nagyon érdekes a messze múltba átett
cselekményű regénysorozat, de úgy tette át, hogy egyértelmű a beazonosítása az akkori rendszerrel. Nem is jelent meg, csak vagy két kötet akkor belőle, a többit azt leállították. Akkor Mózes Attilának volt egy novellás kötete, Árvízkor a folyók megkeresik régi medrüket, akkor Sütő Andrásnak le volt állítva a három vígjátéka, Szabó Gyulának le volt állítva a Sátán labdái ötödik kötete, Szilágyi Istvánnak az Aggancs bozótja, Balla Zsófiának egy vers kötete, a Páncél nyomai, Pusztai Jánosnak megint egy másik kötete, a Hamu, és ugyanakkor viszont 90 után jelentek olyan kötetek, mint Sütő Andrásnak a 89 április és decemberre között írott naplója, akkor Domokos Gézának egy naplója, amit az 1988-as évben történtekről írt, vagy pedig Bálint Tibornak a Bábel toronyháza, ami egy fantasztikus kulcsregény, tulajdon kulcsregény a Ceausescu rendszernek, amelyben Ceausescu és Véneje és fia, Ceausescu mint Hamudus, és egy az egybe ez az egész rendszer a egyszerű embertől az író emberig, az egész társadalomnak a teljes kiszolgáltatottsága és a rendszer kegyelkeinek a teljes elszabadulása benne van. Ez 96-ban jelent meg már, és nyilvánvaló Tibi azután. Tehát voltak a bolhák azok kiugráltak szóval volt olyan bolha, hogy úgy mondjam, amelyik megőrizte magában a szabadság nosztalgiáját, és amikor lehetett, akkor ki is ugrott. A másik dolog pedig, nagyon népszerűvé vált az önéletrajzi visszaemlékezés. És a 90-es években egész sor könyv jelenik meg, és aztán azóta is, hát akik azóta is, ami megjelent, azoknak a műveknek, hát én most egy regényt tudnék mondani, azoknak a belső tartalma, tehát az a fajta viszonyulás a múlthoz, ami akkor volt, amikor nem lehetett direktbe beszélni, az valamennyire megmaradt. Hát Szilágyi Istvánnak az utáni regényei, a Hollóidő, vagy pedig ez a most legutóbbi regénye, ez is nem a jelenbe játszódik le, de úgy játszódik le egy általa kiválasztott múltba, hogy a jelenbehez való megfelelő egy az egybe érezhető. Vagy kit mondjak még hirtelennyivel, Csiky Lászlónak a halála után előkerült regényei. Ehhez hasonló dolgok, tehát valahol, csak az írói munka az valahogy úgy van, én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy egy élmény művé érjen, ahhoz meg kell legyen a megfelelő körülmény, adott esetben a legbelső lehetősége annak, hogy is most ezzel az élménnyel mit is kezdjek. Hogy születik igen, tudod, egy regény? Most a helyzet az, hogy az időnk lejárt, én most még felteszek neked két rövid kérdést, lehet, hogy ezt majd a szerkesztőség kivágja, ki vagyunk ennek téve, de azért csak felteszem, lehet, hogy még 5-6 percet kapunk rá. Most az egyik az volna, hogy ma ugye a technikai felszereltség, akár otthon, lehetővé teszi azt, hogy megírsz egy könyvet, te magad megrendezett, kinyomtatott, kiadott, piacra dobott. Nincs egy kritikai szűrő, nincs valami, amihez tartani lehessen magát az alkotóművész. Így akkor nyilvánvaló rengeteg minden olyasmi megjelenhet, aminek nem ott volna a helye. Ugyanakkor kimeri azt mondani illetőre, hogy hát ez egy férc munka, és kár volt az időt ezzel vesztegetni. Van most valamilyen szűrő, hogy teljesen rá van bízva a piacra, amit most közönségnek is nevezhetnénk?
Ez volna egy rövid kérdés, ha megtennéd, nagyon röviden. Igen, hát tulajdonképpen a kritikára volna rábízva ez, mert ma már nincsen cenzúra, és sajnos a mai könyvkiadás olyan jellegű, hogy gyakorlatilag mindenki adhat ki könyvet, akinek pénze van, vagy aki meg tudja találni azt a megfelelő támogatót, akinek a segítségével a könyvét megjelenteti. Tehát ezen a vonalon szűrés nincs. Annak idején volt a kritikának is egy bizonyos fajta szűrője, hát először is sokkal kevesebb könyv jelent meg. Máma én csak a 2000-es évnek az adatait tudnám megmondani. Jelen pillanatban, illetve 2020-ban 82 kiadó jelentetettek magyarul könyvet Romániában. 82. Ebből viszont 50 kiadó volt, amelyik 5-nél kevesebb könyvet jelentetett meg egy évben, és 18 volt az, amelyik 10-nél, 6 és 10 között. Most elképzelhető az, hogy ezt a hatalmas könyvmennyiséget akkor se tudná a kritika átfogni, hogyha oda tudna figyelni mindenre. Arról nem beszélve, hogy a mai irodalmi folyóiratok, a Látó, vagy a Székelyföld, vagy a Helikon, hogy csak ezt a hármat említsem, ugyanakkor azzal az igénnyel is lépnek fel, hogy ne csak a hazai könyvekre reagáljanak, hanem reagáljanak arra, ami Magyarországon megjelenik, vagy egyáltalán akár a szomszédos kisebbségi irodalmakból fakad, vagy pedig világirodalomra is. Tehát eleve az esélye annak, hogy ebből a 490 könyvből, aminek fele mondjuk fele tankönyv, de akkor is 200 valamennyi könyvből mi kerül a kritikának a figyelme elé, vagy az bizonytalan. Tehát a szűrő eleve, a szűrő gyakorlatilag az, hogy az olvasó mi az, amihez az olvasónak affinitása tud támadni, mi az, amiben felfedez valamit, és ebből a szempontból a kritikának mai napig is nagy jelentősége volna, de az a fajta kritikai szűrés is mondjuk egy kiadó, egy szerkesztőségen belül, ami annak idején a Lutunknál volt, hogy Marosi Péternek volt egy füzete, és abban a füzetben ő minden könyvcímet felírt, ami a Kriterion és a Dacia kiadóknál nyomdába került. Abban a pillanatban oda felíródott a címe, Péter rögtön megbeszélte valakivel, hogy írjon róla, ő egy kicsit manipulálta is, hogy tudta azt, hogy ha valamit le akar vágni, akkor azt kinek adja oda, vagy ha valakit el akar ismertetni, kinek adja oda, de minden esetre ez a mechanizmus ez működött. Amikor a könyv megjelent, akkor ő már halálosan pontosan tudta, hogy erről Szőcs István ír, erről, itt tudom én ki ír, Gál Ernő ír, vagy akár ő maga, vagy Balogh Edgár, vagy akárki. Tehát a kritikusoknak ki volt osztva a szerep. Most ez a fajta figyelés, ez azért is sem működhetik most, mert jelen pillanatban nincs egy olyan folyóirat, vagy egy olyan hely, ahol akit érdekel, az folyamatosan követni tudná azt, hogy mi jelenik meg. Nagyon hiányzik, annak idején a Hétnek volt egy ilyen könyvvilág melléklete, amelyikbe minden magyarul megjelenő cím bekerült, és abból lehetett tudni, hogy mi az a 150-200 könyv, ami egy fél esztendő alatt megjelent. Ez nagyon hiányzik, tehát ez a kritika mentségére is szolgáljon. Azon kívül pedig hát tényleg az a helyzet, hogy állampolgári joga mindenkinek, ha pénze van, akkor kiadja azt a saját elmélyét, hogy aztán ő mit csinál azzal, szétosztja-e a barátainak, vagy pedig elajándékozza, vagy mit csinál azt, amit nem lehet eladni, az rejtély, mert erre vonatkozólag megint nincsen egy megfogható ellenőrzés, vagy nyilvántartás, hogy mi történik ezekkel a könyvekkel.
Köszönöm szépen, és akkor ugye tudom, hogy nem élhetsz muzsika szó nélkül, vagyis a munkád nélkül. Mondanád igen. Azt, hogy most mind dolgozol? Egy pár szóval mondanád el. Hát nagy dolgokra már nem tudok, nagy dolgokban nem tudok belefogni. Egyrészt azért, mert én most már harmadik éve itt élek kint a leányoméknak a kápolnásfalusi tanyáján, ami félúton Homorót fürdő és a Madarasi Hargitak között Fenyvesek határán, határterületén van, tehát innen akár még udvarhelyre bemenni is. Mondjuk az egyszerű, mert a Vejev udvarhelyen dolgozik, és minden nap bemegy innen. Könyvtárba, megyei könyvtárba el tudok menni, de a komolyabb munkához a világhálóra volnék utalva. Sajnos, ha az ember egy kicsit komolyabban megnézi, akkor rájön arra, hogy a világhálón rengeteg olyan dolog van, ami ellenőrzetlenül kerül fel, és ellenőrzetlenül terjed tovább annak következtében, hogy van, aki kutatás szempontjából komolyan veszik. Tehát ez a nagyobb munkát, ezt mondjuk megakadályozza. Kisebb dolgokat szoktam csinálni, most például készültem erre a mai beszélgetésre, az egy jó hetet elvett, mert ami a kezemügyében volt, azt próbáltam elolvasni, frissíteni. Azon kívül pedig a barátaim, akik az egyetemen dolgoznak, azoknak időként eszébe jut az, hogy egyik-másik doktorándusokat reámuszítsák, hogy kérdezze csak meg tőlem, hogy erről, arról a témáról én mit tudok. És akkor én nagy örömmel szedem össze, vakarom össze a tudásomat és a régi céduláimat, és osztom meg azt, amit mások felhasználnak. Úgyhogy ilyen dolgok vannak. És hát említetted, hogy Molterrel foglalkoztál most nemrég. Hát igen, hát a Molter levelezésnek a kiadását vállaltuk el. Annak idején még 1996-ban jelent meg azt hiszem az első kötet, és most, amikor a negyedik kötetet ki kellett adnunk, akkor szembesülnünk kellett azzal, hogy Marosi Ildikó meghalt időközben, és a jegyzetanyaga, ami nagyon értékes anyaga a levelezés köteteknek, mert Ildikó rengeteg mindent tudott, olyan utalásokat megmagyarázni, amiket ma már nem is tudom, hogy honnan lehetne összeszedni. Ilyen vásárhelyi meg a Molter családhoz kötődő dolgokat, és akkor ott maradt nekem félbeszerve a kötet, jegyzetanyaga, és azon dolgoztam, azt próbáltam összedegetni. Hát végül is a kötet megjelent tavaly év végén, és most már csak az van hátra, hogy a 943 utáni levélanyagot, ami szintén egy egész kötetre való volna, és ami itt van a szekrényembe, hogy azt az anyagot valakire rábízzam, mert én már nem tudok vállalkozni arra, hogy beüljek mondjuk a Széchenyi könyvtárba, vagy a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárába, levéltárába, és az oda került Molter hagyaték alapján ellenőrizzem, akár csak mondjuk a szövegeknek, mert Ildikó gépelve adta, hogy rendezte el ezt az anyagot is. Tehát ez le van gépelve, hogy ellenőrizzem azt, hogy ennek vagy annak a gyanús szöveghelye az a valóságban, hogy néz ki. Úgyhogy erre valakit most keresek, aki erre fogja vállalni, és aztán magamnak pedig marad az, hogy időnként bele-bele nézek a rengeteg papírba, amit az életem folyamán felhalmoztam. Néha örvendek neki, néha elszomorodom, néha mérgelődöm rajta, csak hát ez megint egy olyan munka, ami már az én magám passzióm. Abból komoly dolog. Nagyon köszönöm neked, hogy mindezt elmondtad, igazán megtisztelve érezzük magunkat, és azt kívánom neked ott, hogy jól érezd magad ott fenn a hegyen, jó illat van valószínűleg Fenyvesek között, és valószínűleg Tamási Áronnal, ha foglalkozol, akkor ott van is érzed magad.
Még egyszer köszönöm neked. Én is köszönöm az alkalmat, és tisztelettel és szeretettel üdvözlöm a leendő hallgatóságot, hogyha valami haszna volt ennek a beszélgetésnek, akkor annak nagyon örvendem.